A kormányzat intézkedéseinek köszönhetően jól halad a kutatási és innovációs környezet, elmúlt években elindult a hatékonyság növelését szolgáló átalakítása. Derült ki az innovációs és technológiai miniszter csütörtöki pécsi előadásából. Palkovics László, a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság kiváló kutatási infrastruktúra elismerő címek ünnepélyes átadása előtt beszámolt arról, hogy a kormány 2018-ban kezdte meg a kutatási és innovációs környezet struktúrájának átalakítását, a hatékonyság növelése érdekében. Sokkal több forrást fordít a magyar állam kutatás finanszírozása 19-ről 20-ra az innovációs alapon keresztül több mint megduplázódott a forrás mennyiség, de több mint megdupláztuk az ötvös Loránd kutatási hálózat finanszírozását, jelentős összeggel támogatjuk a Bajzoltán hálózatot, illetve 2022-től kezdődően a modellváltott egyetemek költségvetésébe megjelenik egy sokkal nagyobb összeg, ami egyébként kutatásra fordítsák. Kiemelte, hogy a változtatással az intézmények hatékonyabban működhetnek, mint korábban, emellett a költségvetési forrásaik a korábbi több mint 2,5-szeresére növekednek. Palkovics László elmondta, az oklevél átadó ünnepségen azokat a kutatókat ismerték el, akik olyan eszközökkel, adatbázisokkal rendelkeznek, melyeket rendelkezésükre tudják bocsátani másoknak is. Ma arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Magyarország ezzel rendelkezik, ezért értékeltük azokat, akik ilyen rendszerrel bírnak. De részben annak érdekében, hogy ösztönözzük őket a további fejlesztéssel, részben, hogy megmutassuk a külvilágnak, hogy Magyarország itt egy komoly háttérrel bír. Ennek ez a jelentősége. A miniszter arról is beszélt, a kutatófejlesztő helyek szakembereinek a száma is jelentősen a 7 évvel ezelőtti 37 ezerről 2020-ra 52 ezer fölé emelkedett, és várhatóan hamarosan 60 ezer fölé nő. Beszámolt arról, hogy a felsőoktatáshoz köthetően létrehozták az úgynevezett területi innovációs platform, azaz TIP hálózatot, ami a kis és közepes vállalkozások számára nyújt segítséget információk közvetítésével.